وهلق ايوه مش مروان مريض يجي يعطيك بشراياك ايجا نعمي ده في دوبة ايجا ناكو نور معيشن بس إلكتريكا زير ايوه نا اكو تمو سانتوس يا ايوه انا كل ما يزم ميك فود مي انا على قطو مي هطلع ترى هي شنو لعبت ميكت وصو يعني كيش ربت انكش ويان والله مي كوزالي فود اتاكر اكراتني اتزتش اها ازرتش نو اسبونتيو ما قهتش ايش اها اتش سوري شون اتش واريا او يو تو قهتش ما مالت اها يو بس مين دكت تويزي ودي بايرت اصلا ما هتش صويا لا بس مين مش باير با ياها مكة مرينا تكاني كما اسمتك انم تدوم تكاني جزي دويت ما بقوا يا لاتم تكرد يو من اكل كيف يسمى كومباين تشكر اكس دكوراتني أكو ما أشوف ما قاعد يكون أفضل، بعد ما كان ليش؟ دي جرو ده يرك اجيب قلت كنت لاتت هو رقم له igen. Csak azt nem látom most hétre, hogy hova megyek, várja. Neki megyek itt a falnak, pedig ez az atya szokása. Most furcsa, tudod, mert én is el szoktam ezen a pályán adni a disznósólat, mert én se szeretek disznóval foglalkozni. De most furcsa nekem, hogy nincs itt. Mert legutoljára, amikor ahogy csináltam a videót, itt volt a izé. Én ide raktam le a töltőpakkot. Aha. Ide le is rakom szerintem a vágóasztal kocsit. Maradhat nyugodtan, nem lesz útba talán. Ahhoz lehet, hogy a nagyobbat kell majd meg. Az nincs kizárva, mert ez elég kicsi. Akad. Beleakad. Igen. A szecskázóba beleakadja. És az eszkereket meg nem tettük be. Nem baj az. Bár mondjuk ott annál a dombos földnél igen csak jó lenne. Az Ja, is. besüllyedni. Meg az időpörgetőt se raktuk be. Mondjuk így is, az előbb jöttem felfele, és nagyon nehezen bírt feljönni. Igen. És kapart, ugyanúgy ült el. Arra az a mód, az benne van. Benne van? Látod, ott írja, hogy slip torlóad. Aha. Az az. Ja, az az. A slip az, hogy süllyed. Hány százalékba süllyed a gép. Persze, hát itt nem itt van ennek a földnek a vége, hanem fönt. Vagy pedig ott lent a gazos sarokba, úgyhogy akkor fönt kezdem el. Azt mondja, hogy kezdődj az aratási. Ja, izét nem vettem súlyt a kész trakihoz. Vettem neked. Ja, akkor jó.
Egy 1001-es, azt hiszem. Hogy hány lovas a géped? Nem is néz. 160 körül. Ha? Van, azt hiszem. Az jó, az. Az a súly. Az a vetőgép, az műt rágyázik? Igen. Azért is tetszik ennek a pályának a, ez a pálya, mert ennek a, attól azon kívül, hogy öreg, meg olyan látványos. Itt a növény textúra, meg a talaj textúra is olyan életszerűbb. Ha néz ki. Biztos. Most nézem, hogy... Ja, jó. Gyomot kivetted. De visszapattinthatom. Nem, szükséges. Én is meg vagyok nélkül. Ja. Na végül is látványos, hogyha izé gyomirtózni kell, meg életszerűbb, de... Az csak egy fölösleges plusz. Ja. Ez meg gyapot volt, nem is cukaréka. Gyapot? De egy arra se lett volna nagyon kesünk. Jaja. Ha mondjuk bérelni lehetett volna, de ekkora földre nem érdemes. Azt hiszem, még egy bála. 25 ezer egy ilyen gépnek a bérlése. És annyit nem hozott volna nekünk ez a bála gyapot. Vedd vissza az időt, Attila. Okay. Ahhoz képest hallott, hogy nem az én szerverem. Úgy érzed, mintha tiéd volna. Igen, mert tök lag meg. Hát jó, ilyen mikrolagok vannak benne, de az nagyon minimális. Azt a net miatt van. Ha mindenki mondja, hogy szépen megyen. Ja. Velem játszanak. Na most volt egy komolyabb lagom, de ez okozhatta a mentés. Nincs, mindjárt végzek. Van még ilyen felesleges növényes föld? Amit aratni kell? Vagy na, amint amit nem kéne. Nem tudom, nem tudom. Nem, nincs. Hoppá. Milyen kordulékony ez a John Deere. Mert a John Deere az nem annyira jó erre a pályára, mert itt nagyon emelkedik, főleg az a négyes föld. És mindig lelógatja a vágóasztalt. Nagyon lelóg a John Deere vágóasztala. Ott a négyesen, ott el is szokott akadni, főleg, hogyha napraforgót kell aratni. De azt meg még jobban leteszik. Igen. Szánkózik. Hát van is, hogy megakad a hegye benne a földbe. Ha. Mit mondtál, hány éves ez a srác? 14? 15. 15. Az Ádám. Volt egyszer egy srác, jelentkezett ide hozzám, hogy jönne multizni.
hogy pontosabban, hogy nem eljöhet hozzánk multizni, és én írtam neki, hogy a hülye fejem, mert azt kérdeztem először, hogy hány éves vagy. És visszaírta, hogy 14, azt mondja, ez gond. Mondom neki, nem a 14, nem a koroddal van nekem gondom, hanem az, hogy sokan bejönnek játszani, és trollkodnak, nem tudnak normálisan játszani. Hát hányszor volt olyan, hogy találkoztam, elmentem valakihez multizni, és hát mondom, mit keres például a John Deere traktor a izéba, a kanálisba, érted? Hát azt mondja, ő nem tudja, a szervergazda nem tudja, hogy mit keres a John Deere traktor a hogy hívják be, a kanálisba. És akkor mondja a másik srác, hogy hát azt mondja, az, aki most elment, az belerakta. És már játszottak egy órája, hallod? És úgy ment el, hogy na jó, van, akkor búcsúképpen belerakom a kanálisba izét. Ja, traktor. Vagy nem kapott meg valamit, amit... Az is lehet. Most, ha nem tud normálisan játszani, akkor legalább ne trollkodjon, nem? Hát így van, törj össze a CD-jét is. Ja. Nem szeretem én is azért. Egy ideig azért nem is múlt. Még nem találtam normális ember. Hát felesleges volt. Én egyébként akkor a izéval, a Zsoltival kezdtem meg a Wolfival. És akkor csapódott hozzánk a Boti. Igen. És akkor a Boti az eltűnt egy időre. Utána jött egy két-három srác, még egy ilyen Valkó András, akkor Balú. Igen, ügyesen játszottak, meg szerettem is velük játszani, de ők is olyanok voltak, hogy eltűntek, mert a munkájuk az olyan volt, mint például az izé, a Wolfié, hogy hetelni jár. Aha. És akkor, amikor hazaér, akkor mondta, hogy nem az első neki az, hogy leüljön játszani. Érthető. Ez a Valkó András, ez a Jomutkorában is láttam, hogy fönt volt. Ő csinált játékszerver, de nem tudtam hozzá csatlakozni, mert olyan módok voltak, és olyan pályán, ami... Nem tudom, nem tudtam. A lényeg az, hogy nem tudtam hozzá csatlakozni. Pedig ő is, ővel is szerettem játszani, mert igen, jó játékos volt. Jó multitás, úgy mondom. Na és akkor megmaradt a Boti az, aki állandó tagként megmaradt, meg a Zsolti, az meg oszlopos tag. Aha. És a Tomi az mi volt tehát? Egy hete körülbelül. Igen? Aha, ahogy te jöttél, előtte egy-két nappal játszottunk az Otival egy havas pályán, már nem tudom mi volt annak a neve annak a pályának, és oda jött hozzánk föl. És akkor az Oti először kitalálta azt, hogy indítsunk egy multit, követhető módokkal, hát ha jön valaki, aki akar játszani. És akkor jött a Tamás, egyből rákérdeztem nála, hogy akar-e játszani velünk csoportba, pedig én soha nem csináltam ilyet, hallott, ha hiszed, hanem, hogy én megkérdezek bárkit is, hogy akar-e hozzánk jönni, és a Tamás volt az első. És akkor kérdeztem tőle ezt a Discord témát, akkor megoldotta, és azóta játszik nálunk. Aha. Én arra büszke vagyok, hallott, hogy én még soha nem hívtam senkit, hogy játszon velem. Aki velem játszik, az mind úgy volt, hogy hozzám jött játszani, és itt maradt. Hát például az atya is úgy jött, hogy látta a képeket, amiket osztottam, multiztunk, és osztottam képeket a Facebookon, és úgy jött, hogy hogy játszhat-e velünk. És akkor így csatlakozott. Igen. Na, befejeztem. Jó, kész vagy a szántásra? Aha. Azt kell szántani? Szerintem, szerintem igen. Mész. Mész kell. Csővel kifelé.
Ott van a pót, vagy nincsen még? Ne? Nincs. Oda nézd, mit csinál ez? Valahogy nem is nyomtam az előre gombot. És úgy megindult, mint a bajnak. Jaj, itt ezt leüllőzhet, ezt leszedhettem volna ezt a végét, nem mindegy. Mennyi dellával gazdálkodott? 142 ezer. Akkor szólj, hogyha valami eszköz. Jó. Ötletesen megcsinálták ezt a pályát, és hogyha megnézed a térképet, akkor nagyon hasonlít arra a kis francia pályára. Na így van. De ez valamennyivel jobban tett. Nem olyan apró földet. Van benne kicsi. Benne. De nem olyan apró. Ja. Nyissak? Vagy álljak meg? Ja. Nyithatod. Tíz a tempom. Ha már nem nyomom le. Csak így araszolok mellett. Aha. Na itt álljunk meg. És a következő repce föld, már még van még egy. Egészség. Mert akkor még ezt most le kéne aratni, érted? Még a pótba az van, ja. Úgyse telik meg. Jó, melyik az? Mindjárt nézem. 25-ös. És a 15-ös. 15-ös, 25-ös. Jó, akkor megyek a 25-ösre, itt el tudok menni. Úgyhogy nem kell a vágóasztalhoz kocsi. Ez már úgyis belefér a kombányba, amit. Ja. Akkor én megyek a 25-re, oda leakaszt. Jó. 25-öt mondtam? Aha, ja, először 15-re mész, vagy 25? 25, az itt van közel. És akkor a 15, az meg hol is van? Erre nézem, a 15 az meg lent. Aha. Oda kell a vágókocsi asztal. Vagy mi a vágóasztal kocsi. Ja. De ez a motorload, motor töltöttség, az mi? Az a melegedés, vagy mi? Hogy milyen erőségben használja a gép. Ja, mekkora terhel, mennyire van terhelve, mi? Terhelés, így van. Most nekem 100%. Aha. Ja, mert a púthoz gyöngi az a traki, mi? Hát ez 200 lovas. Csak hát megyen, csak gyors. Fulgázom vagyok most. Ja. Ez is itt, hogyha megnézem így a szintjét, leteszem, hogy elméletileg ebbe a szintbe. Mekkora szintkülönbség van itt, körülbelül 100 méterre már tőlem a tanya felé. Itt van vagy 20 méter, ha valóságban néznénk. Hát, köszönöm. Jaj, nem mondjátok, hogy ups, mekkora átlaggoltam. Jó lenne, hogyha ezt az automata mentést ki lehetne venni. Mert jó, nem lehet. Nem. Vagy legalábbis én úgy tudom, hogy nem lehet. Ki lehet? Ki lehet? Ki is kapcsolta. Mi ez? Itt előtte volt izé búza benne. Mi van itt a szélébe?
Nézd, már nem viszi le a vágóasztal. Eladom én azt a vágóasztal kicsit. Veszek eddig egy nagyobb kis hú. Vagy majd idehozom ehhez a föl. Jó. A 25-höz. Ez ki is tapostam, hallod? Ki már ezért be van kapcsolva. Megsemmisítés. Igen? Az ön megsemmisítés? Baj, hogyha az van. Kitaposni ki tudom, de learatni nem. Ez más vagy, nem? És azt írta, amit most én kiszántottam, hogy a 100%-osan meg is van rágyázva. Igen, mert növekedett a növény, amikor kiszántottad. Tehát a rágyázottság az benne maradt. És így akkor be is vetem. Szerintem közben. Fölemeltem a vágóasztalt, most visszaengedtem, most viszont levágta. De másik szögből kellett ráállnom, most megpróbálok újból innen ráállni. Ja, ilyen volt amúgy az izén is, az alsó. Másfajta szögből. Ja, itt ezt az alját nem veszi le. Hát akkor ez megmarad. Most ezt megint nem veszi le, hallod? Most mi van ezzel? És kikapcsolom megint. Mondjuk az vetés irány arra szól. Holtokba meghagyja. És mit lássunk? Hát, ami a leggazdaságosabb. Vagy repce, vagy szója. Nem tudom, hogy árpa az mennyit fizet az árpáért. Attól függ, hogy a szalmát. Igen. Vagy már tár. Na meg mondjuk... Szerintem még felesleges tárolni, úgy bebálázzuk és eladhatjuk. Igen. Az is hoz pénzt, meg az árpa a szaporába, abból több van. Vagy, hogyha nem is bálázik, bálázik, hoz pénzt, meg stb. Veszek inkább. Hamstert. Ja. Valaki jött? Halló? 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 Ádás. Tessék? Ádám, bejelent. De nem hallom. Írtam neki, hogy hallasz. Yeah. Telóról. Telóról csináld. Aha, ír neki, hogy nyomja rá, mert sokan nem szoktak, hogy nem tudják, hogy az általános hangcsatornára kell rányomni. Eleinte én se tudtam. Hallasz, Ádám? Megcsinálta, csak azt mondja, csak kipróbál. Itt vagy? Igen, itt vagyok, itt vagyok. Ja, oké.
az jó, hát annyira van, hogy nem is tudunk beszélni? Annyira menni kell aludni, vagy? Nem tudom. Mert holnap is nem, szerintem beszélni. Csak... véletlen jött be. Mert még most csinált először, ilyet nem tudta soha. Azt mondja, csak véletlen. Messzire vitted a kocsit? Nem, ott van a föld mellett. Szerintem azt se tudtam hirtelen, mi van. Mivel ő meg hallott minket gondolni. Ja. Föld mellett? 25-ös. Ja, már oda elvitted, aha. Ott van minden, a pótkocsi is, a... Oké. Vágóasztal, ahol a pótkocsi is. Akkor átdöngetek oda. Hűha. Vásárlás van, elnézést. Akkor azért ugrottam. Fejeztem. A vetőgépet betöltöm. Jó. Valamint szétverni. Na most ez ki vajon? Aki pingel. De bocsi, csak most használok ilyet. Ő írt, Ádám? Aha, mindjárt olvasom, hogy mit írt. Deák, bocsi, csak most. Most használok ilyet először. Meg most regisztráltam a... és kiadtam. Meghívtalak valami hívásba. És én meg arra ráléptem. Jó van, nem gond. Nem gond. De... hangból ítélve, amikor először így nem tudtam hány éves. Sokkal többnek ítéltem. Igen. Ha értelmes a korához képest, akkor úgy mondtam. Már amik vannak itten, amikkel találkoztam, képest értelmes. Írtam neki, hogy beszélhettünk volna a gond, ha... most nem olyan, gondolom nem annyira olyan szégyelős fajta, vagy... Nem, nem. De várjál, most én hol is vagyok? Jó irányba megyek egyáltalán? Jaj, jaj, látlak. Jó, aha. Most vette a figyelmemet ez a messengerezés. Hát én átmegyek a hídon. Utána lehúzódok neked valahova. Aha, ne, átférek én a hídon? Szerintem... legfeljebb átcsúsztatom az egyik szallagkorláton, vagy mi ez. Hát, de átmegy. Ilyen. Át. Ajaj, vígan. Pontyú ez a... szélesség. Erre a mapra pont tökéletes az a kombány, nem is kell nagyobb. Nem. Sőt. Max, még majd egy ilyet veszünk, már nagyobb lesz a gazdaság. Ja. Akkor vettek árpát. Jó. Egy pillanat, mindjárt írt megint. Hát, de majd holnap. Bocsi, meg voltam lepődve, hogy valaki megszólaltak, majd holnap, jó? Oké, vittem egy pipát. Ez most mi? Hú, László Dániel, Facebook felvételt kér. Mi van? Ja, persze ez az Otto, vagy az Otyának a csoportjába. Ja, mert admin-nak vagyok jelölve, aztán
és kérik. Azt hallottam tegnap. Én, most, én nekem nem kell ilyen izni, hogy persze, hogy valakinek eszébe jut éjszaka regisztrálni, vagy be akar jelentkezni ebbe a csoportba, akkor mert nekem is itt pluttyog a telefonom. Hogyha esetleg az atya nem veszi észre, vagy alszik. Én nagyon sokat dolgoztam. Hát elmondása szerint, hogyha az valós, akkor, és általában valós, mert amikor azt mondja, hogy dolgozik, akkor, és bejelentkezik, akkor mindig cserempelés van. Hát, mint tegnap. Ja, úgyhogy. Már én is ott voltam a gyárban, annyit csengettem. Ja. Ahogy pakolta. Úgyhogy szerencsétlen, kijutott neki a jóból. Pedig most is lőhetne. Na most játszani. Annyi, hogy bővíteni szeretni a... Ja, benne van a taposás, akkor ne forduljak rá. Egyből, igaz? Akkor körbe düllőzöm a szélét így. Ja, meg így kapásból. Én csináltam olyat is, hogy direkt benne hagytam a taposást, hogyha jött valaki játszani, tudod? És aha, szóvá tettem, hogy benne van a taposás, tehát realisztikus játékot kérek. Aki nem tartotta be, az súgy. Hát most, ha így jó. Ha már egyszer én indítom a szervert, akkor az én elvárásaimnak feleljen így meg. Meg ki volt jelentve? Így van. Meg az volt a halálom, amikor bejött, és két perc múlva, még talán két perc se telt el, pont a Botival játszottunk ketten Alsószegen. Jön a srác, és mondja, hogy izé, hogy ő neki mit tudom én, milyen traktort vegyek, gumihevedereset, meg mit tudom én, miért, mert ő neki az a kedvence. De ne is vegyem meg a traktort, hanem inkább adjak neki jogot. Majd ő megveszi magának. Biztos. Hát most... Ha se tudod ki azt. Ja. És nem beszélve arról, hogy én úgy szeretek játszani, mint hogy most is tudod, hogy... Vagy mint úgy általában, hogy hekkelésmentesen. Hogy én nem hekkelem a játékot. Egyértelmű. Nem azért, mert nem tudom, hanem azért, mert... Ja, hát persze, hát... Milyen nap azért... Hekkelni könnyű. Valamelyik nap... Éppen ma néztem egy Facebook csoportba, volt fölrakva képek, és valami 700... vagy 800 millió be volt varázsolva a gyerek számlájára. Az sem Mikulás hozta. Hát nem. És akkor izé volt, ma, nem man, hanem melyik az a izé, amelyiknek oroszlán a jele, az a, melyik az a kamion, vagy terrautó? Tátra. Nem, várjál. Nem oroszlán, nem oroszlán. Scania. Scania. A Scaniával áll a izé, a kukoricaföldnek a közepén. Érted? Hát hol lehet elképzelni? Hát vagy normál esetben azzal a terepgumis ifával azzal mentek be, de az is kapaszkodott a föld közepén, nem egy izé, egy man, meg Scania, meg ilyen izékkal, meg hát, lizárdokkal szaladgálnak. És azt megcsinálta volna egy valóhű, mit tudom, egy jósáros pályán, akkor azonnan ki nem jött volna, csak vontatva. Hát max. Vagy visszahelyezés. Vagy visszaállítás, vagy így van. Na, akkor most már tudok rendet vágni. Majd megnézem még mielőtt felrakom a videót, mert milyen lett? Jaj, hát a, mondjuk a kép az jó, meg lagmentesnek tűnik, tehát mehet föl, csak annyi, hogy a hanggal volt a jó útkorában gondom, mert a Discordon a mikrofon nem volt rendesen beállítva, és én saját hangomat hallottam, de a többiekét nem lehetett hallani. Aha. A videóba. De állítólag te le is teszteltet egyszer, mikor játszottunk.
Hát én már A többször. francia. Aha, teszteltem többször is, de a múltkor is úgy jártam, csináltam egy videót, aztán még mielőtt leszerkesztettem volna, kitöröltem véletlenül. Azt mondta. Valamiknak csináltam egy zenét, összeszerkesztettem, egy ilyen time, vagy no copyright jellegűt. Aha. Faszán sikerült, hallott kimondottan magyar számoknak az izét, az alaphangját raktam, vagy szerkesztettem össze, és nem letöröltem. Így kárba veszett. Igen. És a ügye szokásom szerint egyből ürítettem a kukát is. Ha. Akkor az tényleg oda ment. Oda. Tükröződik ám a fénye. Az ablakon nem is lehet kilátni, hogy el is hagytam már egy cseppet, ahogy mentem. Mert Max-ol játszol még mindig? Aha. Na meg most mentem belső nézetből, és ezért nem néztem ezeket az éjsimítást, meg az ilyen cuccokat. De szerintem azok is föl vannak húzva. Nekem is minden fog. Aztán itt most tükröződik a gépen minden. Ha jó, de még néha még, hogyha úgy fordulsz, még megcsinálom. Igen, megcsinálom, főleg, hogyha le van mosva. Jaj. Végre kiforog egy kis részt. Majd meg őrül. Nincs sűrök. Ennyivel jobbak a izék, a retro gépek. Azok már alapból kopottak, koszosak, lukasak, szakadtak, aztán azon nem kell attól félni, hogy visszatükröződik a fény. Hát nem. Na belenni. Szaksz a visszapillantóba. Ja. Na most nem bírok belenézni a napba, pedig nagyon bele akartam. Elvakítson. Mint amiért volt a reklamálás. Van olyan mód, hogyha belenéz, hogy? Hát hogyha belenéz a napba, akkor hogy ne vakíts el. Tudom, mert jó. Hát nem tudom. Tette fel a kérdést Facebook csoportba egy srác. Ugye alap... Minek nézi a napot? Értelemszerűen a válasz az volt rá, hogy hát ne nézz a napba. Meg azt bírom még, amikor 17-be kiírja, hogy FS17-hez tud valaki ajánlani sáros mappot. Hát FS17-hez már szerintem nincs is olyan mappa, amelyik nem sáros. Mindegyik az. Ja. Mert hogyha 19-hez kérdezni, akkor ott fogós kérdés lenne. Ott is van már egy-két olyan mappa, ami sárosabb, vagy esetleg valamilyen szinten imitálva van rajta a sár, de 17-hez én még nem találkoztam olyat, ami annyira sárosnak tűnik. Minden lenne. Így van, amelyik annyira sárosnak tűnik 19-be, mint 17-be. Jó mondtam? Így van. Ja. Akkor jó. Majdnem. Hát a 17 az nekem is. Ez vagány volt már. Az a baj, még ehhez még sok mód nincsen, az olyan, mint ami ahhoz volt. Így van. Hát rengeteg. Abban az éjszaka csillagok, hogy megjelennek meg az ilyenek, hát az... Ja, az. Távol. Ha már azt az egyet áthoznák, az már egy nagyon nagy változás lenne. Hát amúgy ezt is hülyeségnek, most, hogy olvastam, nem lesz 2021. Ezt én nem akarom elhinni. Szerintem se.
azért nem fogják. Ez mi pénzt jelent? Hát így van. Vagy nem az, mindig újabb mindenből, érted? Mindenből csinál újabb. Ja, ja. Most megállnak egy olyannal, ami jól megy, mert jól megy ez a játék. Az biztos. Ahhoz képest, ahogy indult a Farmer Simulator 2009, meg ilyenek, az milyen volt? Hát ehhez képest grafikában hát mindenben ez... úgy. Bár mondjuk a 15-nek a talajfizikája az, a 19-i az elbújhat a 15-é mellett. Szerintem. Hát, oda csaphatnák magukat. 21-re. De szerintem, figyelj, itt már ugyanúgy a számítógépgyártó cégek, meg minden kaszál, hát figyelj, kicsit megemelik a gépigényt, meg mindent, akkor itt már lehet, hogy... Venni kell bele az új cuccot. Hát persze. Lehet, hogy már a Giant Software-ről szerződésbe is állnak, hogy direkt emeljék. Hát az ilyen, mind ilyen játék kiadók, az mind. Jaja. Új jövök egy pillanat, kell raknom a tűzre. Addig lealakítom magam, meg leállítom így a gépet. Na vagyok. Okay. Én is beszélsz. Milyen jó néz ki, még nem is tűnt fel itt ez a vízduzzasztó, hogy mi ez. Azt nézd már, meg szájmát. Igényel volt. Várjál, nem értettem, mert nagyon lag voltál. Hogy a kombányból szájmát. Most mi ez? Megy tovább a gép. Be van kapcsolva a izé? Érkezésre szólok? Nem, hogy az automata motorindítás ki van kapcsolva. Így van. Ja, és akkor mit nézek? Meg nem értettem. Hogy a talaj mit kérsz? Ja, értem. Aha. Mész, nem kell hozzá szántást. Ja de, mész kell hozzá, szántást igényel. Megtrágyázva. Igényel szántást? Igen, mind a kettő sárgával van. Megtrágyázott 0%, de megnézem azért így is. Térképszerűen. Szántást azt igényel, az biztos. A meszet most nem jelzi, mert csak a szánt... A mesz, a, vagy na... Meszet nem jelzi, csak a szántást. De szerintem, hogyha le lenne szántva, akkor kérne meszet is. Így jó. Úgyhogy először akkor kiszánt, szánt. Ja. A másik raptaföld is, az is csak itt meszet. Végeztél is? Nem, egy pillanat, meg akarom nézni ezt itt, mert ezt még nem néztem ezt a részt. De ez valami izé. Duzzasztó gátszerű. Itt van valami lepukkan motor is. Vagy nem tudom mi az. Régi kordészkerék.
De mindjárt kész vagyok, egy 5 perc max. 5 perc, 3. Egyszer se teltél maga. Nem, ürítettem egyszer, de nem voltam full. Egészség. Egészség. Legfeljebb, hogyha nem olyan a hang, még mindig, mint amilyenre gondolok, hogy jó, akkor megcsinálom ezt a videó timelapse-be. Valamit kitalálok hozzá. Na csak jó lesz. Jaj. Fölvettem megint a kapcsolatot egy másik no copyright music szerkesztővel, hogy csinálna-e, küldtem neki egy linket, hogy hol tudja megnézni a videóimat, és hogy ilyen jellegű farm munkálatokhoz képest, vagy farmos munkákhoz tudná-e csinálni no copyrightos zenéket. Nekem egy ilyen, mit tudom én, 2 órásokat tudod, amik vághatóak. Mert csinált olyat, majd átküldöm a linkjét, hogy meg tudod hallgatni. Ilyen magyar népzenét feltuningolt, feldiszkósított, hogy mi ez. Ops. Na, ezzel itt kész vagyok. Akkor most menjek vissza. 15. 15. Jó. És ez be van írva? Be. Jó. De nézd magad. Be. Mi van azon? Ja, repce van azon is. Aha. Vagy nem, de repce. Hát csak nem már, hogyha van a pótkocsiba, akkor először ennyi. Jó. Szerint. Ezt akkor hát, ha lesz, hogy teli pótkocsiba. Mm-hmm. Lecserélted a izét? Aha, vágó azt a kocsit. Csináltak volna egy tengelyes jobb. Picivel. Merje, ez így nagyon hátul lesz. Így. Mi ennek forog a hátsó tengelye is? Aha. A, nem tudom, a srácnak vannak vajon módjai? Letölti. Jó. Mika. De akár még ezt is csinál. Bejön a játék most nekem ez, az a mentő is. Uh-huh. Ja, ez a pálya? Ez a map? Ja, meg így, amit most elkezd. Aha. Milyen nagyon. Vagyis akkor holnap ezt fogom. Jó. Még kacsák vannak a vízen. Na várjál, meg kell néznem, hogy hogy is jutok el a 15-ösre. Tüttüri, tüttüri. Aha. Erre se közelebb, arra se közelebb. Na jó, akkor teszünk egy kis kitérőt. Ajajaj. Meg jó, hogy így nem kell izélni a vágóasztalt, hevederezni, hanem
Megtapad rajta. Ezen nincs ilyen izé, ugye? Lekötözési mód. Nincs. Nincs. Én úgy szoktam megnézni, legtöbb esetben, hogy ugye van ez az erő benne, és hogyha közel mész hozzá, akkor az erőt nem tudod használni, nem mutatja a kezed, hogy meg tudnád fogni a vágóasztalt. Akkor elméletileg rá van ragadva, mint a... Majdnem azt mondtam, hogy a tyúk a meleg takonyra, de hát videóban nem szoktunk csúnyán beszélni. És mégis kimondtad. De nem volt szándékos. Véletlen volt. Majd kitörlem. De hogy törlem? Ez reális. Ez az? Hát miért, figyelj, ismerek olyan videószerkesztőt, akinek, nem mondom ki a nevét, hogy a Nedi, az végig sörözi a izét. A live-jait. Igen? Igen. Ja, hát az simán. Csak az meg most nagyon ráállt erre a... Na most elkezdtem egy kicsit laggolni, de lehet, hogy az épületek miatt. Nagyon ráállt erre az RTS-re. Ami... Hát néztem már róla a videót. Úgyhogy játszott. Nem. Nem valami tetszik. Nekem sem mozgatja a fantáziámat, hogy őszinte legyek. Kicsit monotonnak tartom. Mert szerintem az egyetlen egy változatosság benne az, hogy tudsz valamit alakítani a kamionodon. Beállsz a boltba, aztán átfested, meg raksz rá a lámpát, meg ilyenek, de ugyanaz, főveszed a pótot, esetleg teleárúval, elviszed egyik helyről a másikra, a másik változatosság talán még benne az, hogy mit tudom én, Magyar Földön, vagy Európában, vagy Oroszországban, vagy tehát különböző földrészeken talán, de városokban, ami jobb esetben. És akkor vedd meg hozzá, most megveszed a izét, a DLC-t a boltba, de vedd meg hozzá az alapprogramot. Meg töltsél 180 gigát, na most aztán nem látom ám, hogy van forgalom, mert és látod, ez az Istenem. Olyan fasz a templomok vannak ebbe a, ezen a pályán. Én meg nagyon szeretem a templomokat, meg a temetőt. Olyan otthonossá teszi. Hogy a micsoda a templom? Otthonossá teszi a pályát, a templom, meg a temető. Jaha. Várjál, már jó helyre jövök én? 15-es, csak. Jó helyre. 47 tonna vagyok összesen. 147 tonna? 47. Ja, 47. Géppel fel egy. A 89%-om volt, úgyhogy elhoztam. Jó. Most mibe akadtam el? Hát nézd, már semmibe nem akadok el. Üresen meg 20 tonna. 27 tonna volt a gabona? Két földből. Ahhoz képest, hogy még azt nem... 27 tonna. Az jó. Mennyit fizet? Vagy nem adod le? Eladtam, 24 ezeret kap. Ja. Euróba. Milyen vagány lenne, hogyha beállnál egy magyar pályára, és ott meg forintba fizetne, mi? Ja, vagány volt. Jaja. Na, várjál.
Itt hol tudok lemenni bukkanóásmentesen? Hogy menjek le ilyen oldalazva? Pont egy fa felé mentem, de mindegy. Ó. Oh. Akkor átugrottam. Na, de hülye vagyok, hát itt le tudtam volna simán jönni. Na mindegy. Meg ugye elméletileg itt kellett volna belállnom. De hol tudok akkor bejönni, hogyha itt akarok belállni, csak körbe? Nem, vagy ide lehetne csinálni egy lejárót egy pillanat alatt. Majd holnap ránézünk. Ja. Lenyesen ezt a felét is, meg majd a másik felét is. Múltkori vid... Na, én meg megyek tovább szám. Tessék? Én meg megyek tovább szám. Ja? Ó, még vennünk majd egy nap. Ups, megtapostam a szomszéd hölgyét egy kicsit. Meg jó, hogy ilyenkor nem működik a kitaposás. Meg az amúgy se szok. Meg nem baj. Nem a mi veszteségünk. Majd áttolok neki egy furi. Majd csinálunk neki egy bérmunkát. Jaj. Én a múltkor, amikor játszottunk az atyával, igen. Ugyanezen a mappon, én ezt, ahol van, vagyok most, itt, ahol aratok, itt a 15-ös földnél, itt ezt a placot alakítottam át faszán, de leraktam módot, silót, meg farmi épületet, minden lófaszt. Na már megint lófaszt, lópimpilit. És milyen lett? Nagyon jó lett. Csak töröltem a módokat, mert nem volt utána már türelmem ahhoz, hogy megosztogassam a módot, amit leszedtem. Hogy mindenki tudjon ehhez csatlakozni így. Még ízét is. De ebbe sincs. Nem értettem, de valahogy úgy laggol a hangod. Hogy mondom, most ebbe sincs sok. Amit most indítottam. Nincs. Hát ugye ez is leszedhető. Ja. Szerintem. Nem hiszem, hogy benne idegen volt. Ups, egy kicsit taposok. Gépi munkás raksz ez nem foglalkozik vele, hogy benne van a taposás. Az úgy fordulna itt, úgy, hogy letaposná még azt a fejét. Még onnan a fát is kérdezne. Ja. Mondjuk azt is megcsinálhatni. Munkást. Favágást? Nem, a munkást. Hogyha felveszel segéd. Igen. Megcsinálhatnák jobbra. Hát meg, 17-ben kultúráltabb volt, vagy nem tudom, jobban tudott viselkedni a munka közben. Dolgozni. Igen. Nem volt neki büdös a munka. Dresdenhof mappon beraktam ezt a módot, ezt a nagyon elakadósat, tudod, amit amúgykor kezdtünk használni, és
elindítottam egy gépi munkást a izéba, aratásba, és kérlek szépen elforolta a kombánnyal. És nem azt csinálta, hogy na akkor hátratolhatott, vagy valami, hogy egy kicsit javítson a helyzeten, esetleg lendületet. Kente ugyanúgy tovább. De tolta neki egy ideig, utána meg fogta és kiírta azt, hogy a elsegítő, vagy mit tudom én, befejezte a munkát. De hogy kereked folyában. Lehet azon ki volt kapcsolva. Az összkerék? Nem tudom. Azt tudod, csak az eleje, ha hajtott, az élet. Az lehet. Na milyen, hogy adja? Hát nem. 15-ös. Nem valami fényesen. Bár mondjuk a... ezért nem is néztem. És azt a földet mivel kell kiszt? Is kell szállni. Akkor azt nyomva. De ezek valami nagyobb. Pedig ez megvan trágyázva 100%. Azt mondja, de... itt nem írja a... szántás se. A szántás se, meg a meszelés sem. Hála Istennek, az nem kicsi. Szántok én, hogyha megunod esetleg. Van két földet kicsapok. Még ez. Utána akasztom magam.